Tehát az első dolog a háborúval kapcsolatban az, amit szögezzünk le, hogy sok százezren haltak meg. Tehát minden politikai okoskodást megelőzően rögzítsük azt a tényt, hogy a szemben álló felek nemzeteinek fiai közül több százezren meghaltak. Több százezer. Árváról, özvegyről, gyerekét elvesztő szülőről beszélünk. Borzalmas dolgok történnek. És ezt mindenképpen meg kell állítani. A legfontosabb az, hogy ezt állítsuk meg. Úgy nem lehet megállítani, ahogy valójában a háborút folytatni akaró nemzetközi közösség, liberális közösség ezt javasolja, hogy hát először legyen egy béketerv, azt akkor majd megáll. Ez nem így van. Először tűzszünet kell. Ha van tűzszünet, időt nyerünk, hogy csináljunk béketervet. És utána lehet majd egy béketerv segítségével egy új, stabil korszakot elindítani. Tehát először mindenképpen tűzszünet kell. Azonnal, feltétel nélkül, amint lehet. Most itt ülünk, most is meghalt egy tucatnyi ember. Ez alatt a 2 perc alatt, amíg én beszéltem. Vannak különböző írások, most nem akarok egyik fél statisztikára se hivatkozni, de van, az egyik félnek léteznek olyan statisztikái, ahol a frontvonalra vezényelteknek a túlélési időszaka az 4 kötőjel 7 nap. Bevonultatnak, kiképeznek, kivisznek, és 7 nap múlva meghalsz. De lehet, hogy 4 nap múlva. És jön a következő. Tehát ott egy olyan borzalom zajlik, amit mi nem is érzünk, az elején talán még érzékeltük. De valahogy azt látom, hogy itt a mindennapunk részévé lett, hogy közben ott egy háború van. És okoskodunk itt a háború mindenfajta összefüggéséről, miközben ott még mi itt ülünk és beszélgetünk, tucatjával halnak meg emberek. Tehát borzalmas dologról beszélünk. Ez az első, amit szeretnék világossá tenni. És ezek után beszéljünk arról, hogy milyen hibákat követtünk el. Ugye az első számú, már most a saját házunk táján akarok söprögetni, az európaiak házatáján. Tehát az első hiba az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a háborút globalizáljuk. Ha kitör egy konfliktus, 2 lehetőséged van, mint külső szereplőnek. Külső, ha van erőd. Lokalizálod, vagy globalizálod. Limitálod, vagy kiterjeszted. És az egyetlen ország, amelyik azt mondta a háború kitörésének másnapján, személyesen magam mondtam ezt Brüsszelbe, hogy a legfontosabb, hogy azonnal lokalizáljuk. Mire az angol száz jó emberek azt mondták, hogy ember az igazságnak győzni kell. És elmondták, hogy mi az ő igazságuk. És globalizálták a háborút. És kitaláltak egy konstrukciót. Ahogy most a háború zajlik, ez nagyon különös konstrukció. Aki nem figyeli ezt nap, mint nap, talán nem is tudja beazonosítani. Mégis egy olyan stratégia szerint zajlik ma a nyugat oldalról háború, hogy az ukránok harcolnak, és meghalnak, mi pedig ehhez adunk pénzt, információt és fegyvereket. És azt gondoljuk, hogy ez a kombináció, ami közvetlen részvételünk nélkül, hogy pénzt, információt és fegyvereket adunk, az ukránok meg az életüket, meg a vérüket, ez együtt le fogja győzni Oroszországot. Ez a stratégia lényege. És az derült ki az elmúlt több mint egy év, nem így van. Tehát ezzel a stratégiával nem lehet legyőzni az oroszokat. Lehet, hogy más stratégiával le lehet, nekem vannak kétségém, de sose zárjuk ki, ez nem volna egy értelmes magatartás. De hogy ez a stratégia biztosan nem visz el bennünket semmilyen győzelemhez, hanem azt eredményezi, hogy folytatódik az öldöklés, abban egészen biztosak lehetünk. Vagy azonnal békét kell csinálni, vagy akkor kell egy új stratégia. De nincs új stratégia. Valószínűleg azért, mert minden új stratégiának a központi eleme az az lenne, hogy miután az ukránok az emberveszteségeik miatt az élő erőben szenvednek hátrányt, katonákat kéne küldeni. Ezt meg senki sem akarja, vagy legalábbis ebben a pillanatban, senki sem akarja, aki akarja, meg nem vallja be, hogy szeretné, csak nem meri. Tehát most itt állunk, és az idő megy, és minden nap meghal 400, 500, 600, 800 ember. Ma is, holnap után, és itt van. Szerintem ez egy olyan stratégiai hiba, tervezési hiba, hadászati, tervezési, politikai stratégiai hiba az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről, amiért óriási árat fizetünk mi is, de az ukránok fizetik a legnagyobb árat. Persze mi is fizetünk érte árat, mert elküldtünk, most csak Európai Uniós összefüggésben beszélek, elküldtünk eddig 70 milliárd eurónyi pénzt, és most éppen azt vitatjuk, hogy küldjünk-e újabb 50 milliárdnyit, aztán még a jóisten tudja, hogy mennyit. Miközben egyébként az európai gazdaság olyan súlyos bajokkal küzd, hogy minden egyes pennyre szüksége volna, hogy visszanyerje a versenyképességet. Tehát csak a legrosszabbakat tudom mondani a háborúról. Tehát mármint a háborúhoz való európai politikusi viszonyrendszerről.